Felkészülésünk második hetének a témája a kudarc. Pamplónában járunk Ignác életében, ahol élete karrierjét, törekvéseit egy ágyúgolyó összetöri, ahogy a lábát összetöri, és nem az történik, amit szeretett volna. Felkészülésünknek ezen a szakaszán azt ízlelgetnénk lelkileg, hogy az életünkben lévő kudarcok, amelyek ott vannak mindnyájunk életében, vajon a végét jelentik-e valaminek, rászorulunk, rágörcsölünk, vagy pedig valami újnak a lehetőségét nyitja meg, egy új kezdete. Ahogyan kezdtek a fizikai edzésterben is haladni előre, ahogyan látjátok majd alul is, hogy a következő hét is ajánlunk nektek fizikai felkészülést a jezsuita futásra, lelkileg arra hívnánk meg benneteket, hogy ízlelgessétek, hogy a kudarc a szükséges az utunkon, ott van, nem elmenekülünk most előle, hanem megpróbáljuk lehetőségként látni, hogy az életünket úgy szemlélni, hogy nem védekezni az ellen, ami történik velünk, hanem érzékelni azt, ahogyan ebben az Isten megmutatja nekünk önmagát. A készülésünknek nagyon fontos belső eleme, hogy nem erőlködünk, erőltetünk, hanem szeretnénk, hogy megmutatná nekünk az Isten, hogy a hűséges készületünkben, a kudarcokból hogy születik most élet.